Úgy sziasztok, a nevem Jerikó, ez pedig egy újabb World of Tanks konzolostan bemutató. Ma egy Tier 8-as orosz prémium médium tankot hoztam el nektek, ő nem más, mint a K91 verzió 2-es, dupla passz pályán fogunk játszani, lássunk pár érdekes adatot. Annó készítettem én már erről a K91-ről a videót, ott kiemeltem vagy kihangsúlyoztam, hogy nem nagyon szereti a 9-es, 10-es tiert, mert nincs nagy visszatartó ereje. Ettől függetlenül, amilyen gyenge szegény, nekem annyira tetszik. Én engem valamiért megfogott, megragadott, és innentől kezdve nem nagyon enged el. A pálya duklapassz, ami azt mondom, hogy nem rossz, elég nagy nyitott tér van, 55 km-re képes hasítani a medünk, ami azt mondom, hogy hát nem egy szágúdozó, de nem is a leglassabb, ez a közép érték médium tanknál, azt mondom, hogy ezzel még el lehet boldogulni. Alaplőszerünk APCR, ami brutálisan gyorsan száll, ezt is használjuk, ha esetleg ez nem elég, még mindig ott a Heat prémium lőszerünk, viszont itt kiemelném, hogy oké, hogy az APCR-ünk vesz egy gyorsan száll, viszont csak 212 mm-re képes átütni tankokat, ezért is mondtam, hogy a 9-es, 10-es tiert nagyon nem szereti, ha esetleg nagyon sűrűn odarak az MM, akkor ugye a hitünknek az átütése 290 mm, ezzel lehet boldogulni, viszont ez nem gyors, és akkora armorunk nincs is, plusz ugye a sebzésünk 250, ezekkel csipegetnénk, viszont ebből bead ilyen 200-at, akkor már jók vagyunk, és 9-es, 10-es tierbe, ahol odamész egy ilyen medde, és belehúzol egy 10-es tankba mondjuk 200-at, körberöhög és ad mondjuk helyette egy 600-as. Tehát erre értettem, hogy nincs nagy visszatartó ereje szegénynek, de ettől függetlenül valamiért elnyerte a szimpátriámat, innentől kezdve én szeretek vele játszani, még akkor is, ha kín szenvedős, 380 méter alaplátótávunk van, célszerű skillekkel vagy felszereléssel rátornázni, 1350 HP-á rendelkezésre, hát ennek a dupláját célszerű volna kisebezni, ami azt jelenti, hogy 2700 sebzés, plusz legalább 2 kill, akkor azt mondom, hogy már csóri, ez a 200-as csipegetéssel már kihozta magából a maxot. Ágyunk pontossága 100 méteren 0,35, hát ugye ezt is felszereléssel, skillekkel még vígan lehet javítani, tehát elég pontos ágyunk van, 2,2-es szűküléssel, ugye 2,3-as az alap, ez 2,2, ezt is lejjebb lehet egy kicsit tornázni, azt mondom, hogy nagyon el lehet vele lenni. Nos, hát már itt a középtájat szépen meg sikerült lődözni. Van már 1500 sebzésünk, hát még nem vittük túlzásba, eléggé hosszadalmas a töltési időnk is ilyen kis sebzésre, tehát mint mondtam, nem a legerősebb 8-as médium prémium tankok közé tartozik, még csak azt sem mondhatom, hogy hű de veszett páncélozott, viszont ilyen face-to-face harcot elbír viselni saját tierbe, tehát ott képes pattintani, főleg ha toronnyal rámászok az illetőre, de a 9-esek, 10-esek vígan át tudják ütni, úgyhogy ott nagyon-nagyon óvatosan kell vele játszani, megpróbálunk pixel lövést, hát ott kifugáztuk az épületet, remélem a főnöknek tetszik, innentől kezdve aztán lehet vakolni. Nem nagyon merünk kimenni, oké, szép ez az 1350, nem nagyon kellene belőle adózni. Tehát mit tudunk? Adott egy nagyon jó pontos ágyunk, viszont nagyon kicsi az átütésünk, 212, eléggé hosszan is töltünk, nincs nagy visszatartó erőnk, nincs akkora nagy mobilitásunk se, hogy itt rohangásszunk, tehát ennél azért sokkal erősebb 8-as prém médium tankokat lehet vásárolni. De valamiért mondom, decemberben, én amikor sikerült felépülni, megláttam, hogy bent volt a sztorba, pont úgy emlékszem az utolsó héten, de én úgy voltam vele, hogy ha már újjászülettem, akkor elkezdek vele játszani. Valamiért a kinézet megfogott, láttam az értékeit, az abszolút nem győzött meg, de ettől függetlenül valamiért én úgy láttam, vagy úgy érzékeltem, hogy nekem ez kell. De szerencsére nem esik ki a kezemből. Hát most már hittel dobálózunk, kezd sűrűsödni, Ferdinánd elég combos, alsó lemez, vígan át tudtuk ütögetni. Megpróbálunk még egyet, hát itt toronyban vagyunk, szerencsére elmixelte Géza. Úgy tűnik, hogy eléggé ráérő, és nem nagyon kapkod el. Úgyhogy kisikerült szedni. Jó, behúzolunk ide.
Ugye 6,1-es töltés, hát az szerintem elég sok. Hát itt érkezik a 50 TP prototype. Elég sok HP-val, meg hát az elég combos is. Hát úgy tűnik az én csapatom az jobban szereti támasztani a hegyet, ahhoz képest, hogy heavy, azért ki mehetne néha bevenni egy lövést. Másik kollega az feladta, rágyújtott a tankba, kis gyulla. Jó, megpróbáljuk meglepni, már is 243, ez elég szépet ad. Az esetek többségében nem ad csak ilyen 200-at. 3800 sebzés, 1000 assziszt, én azt mondom, hogy már túl teljesítettünk, de mivel még nincs vége a csatána, a kollega ott megtolt, megpróbáljuk leramolni. Hát ezt egyenest visszarúgtuk a garázsba, szó szerint, hogy visszafejeltünk. 4600 sebzés, 1056 assziszt. Vannak ezzel a tankkal azért olyan brutális csatáim, hogy ki nem nézni az ember belőle, hogy ilyen szűk költségvetésben mit ki nem lehet hozni. Hát Progetto-t odavartuk egy kicsit, hát a meglövi valaki, de úgy tűnik, hogy nem, hamarabb elintézi az időjárás, mint az én csapattársaim. Semmi baj, visszahúzzuk, rángatjuk ide-oda, mint valami idegbeteg. Tökéletes, 5385 sebzés, 1000 fölötti assziszt. Én azt mondom, hogy kimaxoltuk K91-et, mint mondtam, amilyen rossz, olyan jó, nekem nagyon tetszik. 5 frag, 5385 sebzés, tökéletes. Jól is keresett, 153.500-at keresett, 7000 legénységivel, az 6400 kombinált 5 killel. Én azt mondom, hogy hát ez brutális. Nagyon jó gép különben. Csak nehéz vele játszani. Megvan Mastery, Zúzó, Spotter, Dualist, Fire for Effect, Nagy Kaliber, Fighter, és hát az majd egyszer rákanyarodik a harmadik. 90,94. Ez kicsit ingadozó, de mint mondtam, amilyen rossz, én annyira szeretek vele játszani, nem tudom, valahogy. Lehet azért, mert ez is selejt, én is, és akkor így jó, kiegészítjük egymást. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hamarosan találkozunk. Sziasztok!